Nyelvű szentmisét szervezett Tolnaváros német nemzetiségi önkormányzata, a Mözsi templomba. A templom 1821-ben keresztelő Szent János tiszteletére lett állítva, ennek már pontosan 200 éve. A nemzetiségi önkormányzat ennek emlékére szervezte az eseményt. Szentmisét Vigand István bonyhádi plébános atya fog celebrálni németül, és a Mözsi német nemzetiségi klubnak a kórusa fogja végigkísérni német egyházi énekekkel az eseményt. ...1777-ben a Mözsi templomot Tolnához csatolták. Az idők folyamán a templom romladozó állapotba jutott, és már nem is volt elegendő a megszaporodott népesség befogadására. 1797-ben a község nagyobb harangok beszerzésének kérésével fordult az uradalomhoz, a kérés támogatásra talált, így a mözsieknek lett egy nagy harangja. A német nemzetiségi önkormányzat már a kezdetek óta működik. A feladatunk az nyilván a Tolnavárosban működő németségnek a segítése, a szervezetek segítése, az oktatás segítése és a hagyományok őrzése, ápolása. Emellett azért szakrális feladatokat is ellátunk, szakrális emlékeket is őrzünk. Ezért is ebbe beletartozik a német nyelvű szentmiséknek az évenkénti egy-két alkalommal való megszervezése. Egy nagyon kis közösségnek, de annak nagyon nagy igénye van rá, és ezt próbálja az önkormányzat segíteni, hogy annak a kevés embernek, akinek ez fontos, az tudja megfelelően ápolni a hagyományait és az identitását megőrizni. Lasset uns beten. Gottes Lebens, durch die Auferstehung deines Sohnes wissen wir, der Tod ist überwunden, der Weg zu dir steht offen, unser Leben ist unvergänglich. Hilf uns, in dieser Gewissheit unser Leben anzunehmen, und daraus zu machen, was du von uns erwartest. Az elmúlt másfél év komoly megpróbáltatások elé állította a közösséget. Nagyon nehéz volt, hiszen nem lehetett rendezvényeket szervezni. Az iskolákban, óvodákban sem tudták a rendezvényeket megtartani, főleg ami a németséghez, de bármihez kötődik, de minket ugye az érint. Nehéz volt. És már nagyon várjuk, hogy újra tudjunk dolgozni és találkozni egymással. Vannak rendezvényterveink, a Kelt Kalács Fesztivált Mözsön minden évben eddig megtartottuk, de most már az utóbbi másfél évben nem tudtuk, úgyhogy ezt szeretnénk még azért mindenképpen megtartani. A nemzetiségi napot is minden évben megtartjuk, ezt is szeretnénk ugyanúgy megrendezni, ha lehet. És egy nagyon nagy elhatározásunk van, hogy itt Mözsön egy spinstúvét hozzunk létre, egy közösségi alkotóházat. Ennek az előkészületei vannak folyamatban.